Már az első valamire való helyzetéből gólt szerzett a sárgamezes Győri Eto FC a Spartak Trnava második csapata ellen. Pátkai csapta be az emberét, és ki is tudta használni, hogy nem támadta meg senki, hatalmas gólt lőtt a 12. percben. Aztán nem sokkal később Rudolf Gerge is távolról próbálkozott, és nem is tévedett sokat, a labda óriási csattant a kapufán. Aztán Rudolf megpróbálkozott a másik oldalról is, ezúttal Pátkainak passzolt, de a labda fölé szállt. Az Eto az előnytudatában is folyamatosan támadott, de az akciók végében mindig egy kevés pontatlanság csúszott. A 20. percben aztán egy gyönyörűen végigjátszott akció végén Rudolfot csak szabálytalanul sikerült szerelni a 16-oson belül, járt a büntető. Ezt a sértet végezte el nagyon magabiztosan. 3 perccel később pedig meglett a harmadik Eto találat is. Pátkai ívelésébe Dudás tette bele a fejét, és ez ugyan még nem lett gól, de a támadó szemfüles volt, és végül a hálóba tudott gurítani. Rudolf még duplázhatott volna a játékrész végén, Andrics parádés beadására érkezett remek ütemben, de céltévesztett a labda, így agresszív és látványos játékának köszönhetően 3-0-ra vezetett az Eto a szünetben. Óriási hazai helyzettel kezdődött a második félidő. A szünetben teljesen kicserélődött csapat első lehetősége az újoncként bemutatkozó Illés Dávid előtt adódott, aki nem is tévedett sokat. Aztán megint egy szép megoldás, ezúttal Nikola Trajkovic fejére érkezett remek ütemben a labda, de ez is mellé szállt. Nem maradtak azért a drukkerek gól nélkül a második félidőben sem. 3 támadó mehetett 2 védőre, Streščík már előhette volna, de nagyon önzetlenül visszatette inkább a középen érkező Koltainak, aki nem is hibázott, 4-0-ra vezetett már az Eto FC. A következő lehetőséget viszont a cseh csatár már kihasználta. Windecker hajszálpontos passza után még egy cselis belefért Streščíknek, mielőtt okosan a hálóba passzolt. A Spartak csalódottságában újra értelmezte a távoli lövés fogalmát, de ez sem jelentett különösebb veszélyt. A végeredmény így maradt az 5-0, remek játékkal az Eto FC simán győzött az első felkészülési meccsén.